hatalmas ijesztő robotkar, ami nem tudom mit csinál. Maradj távol tőlem, hogyha lehet. Már egyből észrevettek, szerintem halálra vagyok ítélve. Nem baj, én még küzdök. Csak ide el kell bújnom valahol. Rendben, itt azt hiszem az üveg is véd engem, amit azt hiszem pomos lőttek ki. Se baj. Csak pozitívan. Csak álljunk hozzá pozitívan. Már csak látnom kéne őket, és akkor még pozitívabban hozzá tudnék állni. Hé, mi a fasz, haver? Arról nem volt szó, hogy mögém kerülnek. Nem, most megint nem érzem magam túl nagy biztonságban. Na vajon miért? Oké. Egy kicsit feltöltődött a kicsike. Épp eléggé, hogy meg tudja kölni egy nászit. Ó, páncél. El tudom érni? El bizony. Csak át kellett mennem ezen a izén lezárt területen. Fuck the police, ugyebár. Azt tudom, hogy merre kell menni. Én hol vagyok? Ott vagyok. Akkor ott van egy titok mögöttem, ami... engem most nem csebbi túlságosan. Én most csak örülök neki, hogy megtaláltam az utat, amerre mennünk kell tovább. Útközben egy töltőállomásra kifejezetten örülnek. Frankon. Azóta nem küldött újra Mónás izét? Nem. Ugyebár hajlamos vagyok arra, hogy elkerüljék a figyelmet. No! Te rohadt! Kibaszott náci! És rohadt hitboxok. Legyenek átkozottak, haver. A semmiről pattant le a kibaszott késem. Ez már majdnem olyan volt, mint egy kibaszott Dark Souls-os hitbox. Azok kibaszott borzalmasak. Dark Souls. Néha olyan fura kimondani. Ezen a Commodore 64-es kis számítógépen. Igyekszem. Uram, atyám! Jézus Krisztus, haver, ezek az átadott kutyák. Na, nincs erőltest, haver. Valamit fel tudta. Ó, páncél. Ó, horog kereszt. Na, mehetek tovább? Ó, most cseles kujonok leszünk, és alul megyünk a szellőzőben. Ja, csak most érzékelik a security breach-et. GG. I should keep fighting, but who's there to fight? Everyone is a Nazi now, or at least they pretend to be. I can no longer tell the difference. Cool story, Ramona. És milyen elképesztő bravúrral fogunk visszajutni a föld bolygóra. Szerintem nem sokkal meg is tudhatjuk. Hoppá, hoppá. Ó, tényleg nincsen több dobókésem. Csodás, akkor úgy fest, hogy szépen mögéig lopózunk és elmetszük a torkukat. Hacsa! Csak ne kiabálj. Az ajtó zárva. Zárva. Itt az orrom előtt világítanak ezek a dolgok, akkor én kérek elnézést. Na. Így né. Most csak valamit ki kell próbálnom.
Kipróbáltam, semmi. Szóval különös. Szóval azt mondod, hogy különös, haver. Majd meglátjuk mindjárt, hogy mennyire különös lesz. Kérdez a szupernációt, még nem vett engem észre. Most elképesztően csalás leszek. Ezt figyeljétek, haver. Azt se tudja, hogy mi történik. Azt se tudja, hogy mi van. Bidda tesz, gyerünk. Hé. Még nem végeztem ezzel a seggel. Még nem, még kurvára nem. Pofozhatsz, ameddig akarsz ezzel a seggel, még nem végeztem? Oké, most nem végeztem. Ők nem kapnak ilyen jól. Nem tudom, mit akartam mondani. Jó, haver, kiolvasztottam a szívét, szent szar. Elzsibbadt a lábam. Kicsit lejjebb engedem a székemet is. Én mindjárt más. Így már egész kényelmesen vagyok. Most már csak az utat kéne megtalálni, amerre menni akarunk. Ó, oh, itt van az orra mellett, az előbb is észrevettem, csak tovább haladtam. Hey, Ramona. Death's Head's men are coming by the asylum every other week. They are taking people that have been in my care for years. I look the other way. I hate them. I hate myself for giving up. But I can't fight alone anymore. I watch the man with the scars. I whisper things to him. Sometimes I can see some part of him is awake. I wonder if he can see me. I will not let them take him. That was the last entry, William. Some of the things in this diary happened a long time ago, and some of them may have happened to me. I miss you. I missed you a long time before I met you. Aww. Aww. Az egész romantikusan végződött. Oh, hello. Én már csak így üdvözlök embereket. Ó, ezt kell feltölteni, azt hiszem fel is töltöttük, GG, akkor menjünk tovább. Aktung! Ó, nehogy meghallja, hogy futok, inkább csak maradjunk a kis... Hát maradjunk a földön, guggoljunk! Ennél az a szupernáci az nem vette észre a dolgot. Ó, de totál észrevette. Na gyere ide és elverem azt a segget, gyerünk! Csak lehet, hogy végzek veled. Na? Hehehehehe, nem így játsszuk ezt a játékot. Akkor nem verünk el most semmilyen segget, haver. Te ünneplontom. Hé, hey, ezért jöttünk haza. Ó, náci rock, király. Ó, jaj, mi a faszod. Jaj, majdnem belefulladtam a saját nyálamban. Jézus Krisztus. Rendben, csak nyugodtan vagyunk a kis ülésünkben. Nem történt semmi komolyabb baj, nem lyukadt ki a járművünk. Megakadt, de se baj. A lényeg az, hogy nem szippantott ki minket a vákuum. A faszapú nácik. Azok a seggek totál el lesznek verve. Ó, az ott egy ilyen pencélos faszi. Annak a seggét valóban el kell verni, haver. Te seggedet nem. A te segged nem méltó erre a... Nem is tudom. Bánásmódra? Bánásmódra? Ezt a szót kerestem. Nyugi a seggeddel, még nem végeztem, haver.
Oké, ez nem egészen a feneked volt, de se baj. Ezek a helyek mind ugyanolyan. Ó, itt van egy töltve állam, mert most senki sem jön át azon az ajtón, amit véletlenül kinyitottam a mozgásomban. Köszönöm. Akkor itt is tölthettem volna. Ó, még az sem, csak akarsz, haver. Egész vicces kis mobil. Hét, te még élsz? Erről nem volt szó. Au. Hol van ez a valaki, aki megmert engem lőni? Hey, ott vagy! Frag out! Lófasz cseért, mert ez egy szaros Tesla gránát. Lehet, hogy legyengíti, nem tudom. De úgy tapasztaltam, hogy húsvér nácik ellen nem olyan jók ezek a Tesla gránátok. Minden még benézünk. Páncélt azt találtunk, hát tudunk még valami mást is. Mint mondjuk valami titkos dolgot. Hey, itt már korábban voltam. Itt már voltam korábban. Ezen az ajtón akarok átmenni. Ez szimpatikusabb volt. Még nem frankó, ami itt történik, haver. Te szupernáci vagy? A fejed alapján azt mondtam volna, hogy igen, de egész hamar. Még mindig élsz, akkor te valóban szupernáci vagy. Akkor tudod, hogy milyen bánásmódban lesz részed. A barátod már biztos meséltek róla. Ja, nem tudtak, mert mind haladtak, és te nem is voltál olyan? Véletlen megöltem azt, aki olyan vagy. Hey, ezzel fogunk elmenni. Mert most hát egy kis tartanom kell majd a vonalat. Én csak be akarok szállni az űrhajóba és lejöpni. Jó, köszönöm. Mi a fasz, haver? Erről nem volt itt szó. Frag out! Kapd el, ha tudod, fasz. Uram, atyám, miért vagytok ennyien? Rendben, szerintem most sem az a rész, hogy én ide felcsorgatom őket, hogy ebben az ajtóban fogom tartani a vonalat. Nem tudom. Valamit történni fog. Ez egész könnyen meghagy. Töltünk egyet, egy töltésből meg lehet ölni egy ellenséget, egy ilyen nagy szart. Úgy tapasztaltam, szóval... Nem félek tőled, fasz. Bár igaz, az előző kapott egy gránátot is, szóval... Lehet, hogy kéne félnem. De végül összeesett. A többit most szentkezem a ti fegyvereitekkel. Fel kéne szállni gyorsan? Oké, sietek. Itt is vagyok, haver. Ezt inkább csak dobjuk el. Na, exit level. Commander Zentrale London Nautica. A Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist! Wer ist im Schiff? Transporter 4. Verstanden Sie sich? Things I've seen in this life. Strange shit that turns your stomach. Turns your hair white. All right, Captain Cowboy, Roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in the car heading toward the London Nautica. Roger, find your way down to the parking lot and I will pick you home, Roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire! I think they are shooting at you! I've seen the sun set on five different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. A lényeg az, hogy biztonságosan fölött értünk. Ez too romantic for me. Halleluja, haver, neked jelent kell. Te vagy BJ. Egy főszereplő, akit megkedvelt a haver. Jó, az ablakunk nyitva van, akkor lövöldözni kéne, gondolom. Hey, elpazaroltam az összes lövésemet valahol, nem tudom feltölteni. Nem. Nem, hogy van pisztolyunk is. Szerintem a játékban először most van
60 FPS-en? Ez se tartott sokáig. Ezen a kicsi helyen... Oké, futok, baby. Jump for it! Rendben, nekem kicsit rossz előérzetem van. Szerintem neki rosszabb előérzete volt. Miért lőtted meg, haver? Nem is nyomtam a gombot. Így konfirmálni kellett a killt. Hello? Reménykedtem azon, hogy át fog lőni mondjuk azon a... izén. Snipper puska. Úrjátok csak lem. Jaj, ne, te vagy a szuper shotgunos csávú. Se baj, ameddig pontosan lövök. Addig kicsit biztonságban leszek. Még egy lövedék, better make it count. Rendben, most váltunk át, akkor azt hiszem a gép vagy vagyunk rá. Közben szerintem olyan nagyon frankó kommentátor voltam, hogy végig se tudtam mondani egyik mondani valamit sem. Uram, kibaszott atyám, meghaltam. Szétverték a fenekemet. Úgy értem, mint azok a szuper űrnácik. De most ígérem, hogy ügyesebb kisfiú leszek. Nincsen más a vivás, amit fel tudnék venni? Nem, Franco? Ó, már várnak rám a macskak. Mert persze ez nyilvánvaló, berepültem az ablakukon. Szerintem az még él, nem meghalt. Se baj, ha a snipper puskám még megvan. 10 töltényjel... Aj, most már csak 9 töltényjel. Pont azt akartam, hogy 10 embert így meg tudok ölni. De kurvára nem, mert már így is elpazaroltam 3 lövést egy emberről. Célozzunk, mert egyáltalán nem vagyok olyan jó. Te szar. Ó, te csak mennyi nem fasz, fej. Te csak mennyi nem fasz. Ezt még zárd be. Ó, ezzel kinyírtam magamat is, csodás. Vagy ő gyorsabb volt. Minden bizony igazából csak ő gyorsabb volt. Mindegy, harmadjára már össze fog jönni szerintem. Azért annyira ne reménykedjünk ebben. Tegyük hozzá, egy bénó szar vagyok még mindig. Nem, egy kettő sorozattal meg lehet felni ezeket a tiszteket, vagy nem is tudom, mi a szarok azok. Most megöltem egy páncélozott katonát is. Ez kifogyott. Ez csak félig van feltöltve. Rád akarom elhasználni. Aj, de még mindig élsz. Rendben. Itt pattognak ezek a kurva sörétek. Légy szíves, hagyjál békén. Légy szíves, hagyjatok békén. Uram, atyám. Ne! Miért váltott el fegyvert ez a kurva egergörgő? Most már saját életet is él. Vagy csak elhasználtam az összes lövedéket, és ilyenkor automatikusan fegyvert váltást élettem, harmadjára se jött össze. Most szerintem egy másik taktikát fogok folytatni. Elfutok. Elfutok egy talán biztonságosabb, jobban védhető helyre, szóval run for it. Rendben. Itt vagyok a büfében. Ez már remélhetőleg egy jobban védhető kis hely. Nem, ez kurva nem védhető jobban. Ezt elbasztom. Szerintem megint halálra vagyok ítélve, még jobban, mint korábban. Hello? Ó, még gránátot is dobtak, mi a fasz, haver? Szerintem vissza... Ó, szerintem még vissza is tudtam volna dobni azt a gránátot. Itt az ideje többé nem meghalni. Ezt értékelném egyébként, hogyha mondjuk több, meg jobb fegyverekkel raknának engem be ide, mert egy snipper puska 10 töltényjel egyáltalán nem nagyon tudja megmenteni az életemet. Szóval, ja, értékelnék mondjuk egy ilyen jobb fegyvert, mert nem? Több töltény, több életet. Távozok inkább az ablakon, csak viccetem. Granátjaim sincsenek. Se baj. Most télni fogunk, esküszöm. Kurvára nem fogunk élni.